Amikor nagyköveteket fogadunk, akkor a szó szerint értjük. Nagyköveteket fogadunk. Olyan embereket, akikről azt gondoljuk, hogy a küldő ország azért küldi ide, hogy a két ország kapcsolatának javításán, fejlesztésén dolgozzanak, a kölcsönös tisztelet talaján állva. És nem kormányzókat, meg nem helytartókat fogadunk, akiket feltételezem azért küldenének ide, hogy megmondják nekünk, hogy mi hogy éljünk a saját hazáinkban. Ennek a korszaknak vége van. Magyarország egy szuverén ország. Nekünk senki nem mondhatja meg kívülről, hogy hogy éljünk. Ezért aztán érdektelen, hogy más ország állampolgára, legyen az egy nagykövet is, mit gondol magyarországi belpolitikai folyamatokról. Majd a magyar emberek eldöntik, hogy a kormány jól dolgozik-e vagy sem, elégedettek-e vele vagy sem, és a soron következő parlamenti választáson ezen akaratukat kifejezik, mint hogy kifejezték az elmúlt években is elég egyértelműen, még akkor is, hogyha a világ más tájairól, talán onnan is, ahonnan a nagykövet úr érkezett, ezzel ellentétes döntéseket próbáltak meg inspirálni, sőt, akár még finanszírozni is. Úgyhogy több tiszteletet kérünk a magyaroknak, még a nagykövet úrtól is.